Megadom a szót két percesekre. Elsőként Székely Sándor, független képviselő úrnak. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a lehetőséget. Magam világéletemben sportoltam, a fiam is sportol, úgyhogy őszintén szóval én csak azt tudom mondani, hogy a sport az egy jó dolog. És az sem baj, hogyha az állam támogatja, és de én leginkább itt tényleg a tömegsport részét emelném ki. Azonban azt kell elmondanom önöknek, hogy azt én nem látom, hogy a TAU rendszer azt hogyan támogatná a tömegsportot. Bár Mesterházi Attila előttem elmondta, hogy valóban ezek a klubok szervezik a tömegsport egy részét is, de hát őszintén szóval én tömegsportnak a Balaton átúszást gondolom, és az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket, és őszintén szóval ezeket cégek szokták szervezni, és nem pedig a magyar állam. Ellentétben a kluboknak a sportjával, amit ömlik bele a pénz, és hát ez egy akár egy jó dolog is lehetne, csak hát nincsen hozzá türelem. És ugye a sport az tényleg egy olyan dolog, amiben a teljesítmény számítana, de ameddig azt látjuk, hogy a magyar NB1-ben, fociban vagy a kézilabdában csak és kizárólag olyan csapatok nyerhetnek, akikbe elképesztő mennyiségű pénz érkezik, és hát nem magyar játékosok játszanak benne, hanem hát külföldiek. Így ennek az a dolognak semmilyen értelme nincs, ez így gyakorlatilag egy lopás, egy parasztvakítás. Játékosokat képzünk, azok eljutnak valameddig, de esélyük sincsen arra, hogy ők legyenek a magyar élcsapat, hiszen megvásároljuk külföldről a játékosokat, akiknek jobban gondolunk náluk, és őket játszhatjuk azokban a csapatokban, amiket külföldi kupákban is szerepeltethetünk. Ez így van a kézilabdában, és így van a fociban is. Úgyhogy a magam részéről azt tudom mondani, hogy ennek így ebben a formában semmilyen értelme nincsen, és azt is nekem is el kell mondanom ebben a szűk képben, hogy nyilván nagyon kellene, hogy a kultúrát is támogassuk, ne csak a sportot. Köszönöm szépen. Köszönöm, Székely képviselő úr.